repülőút Rómából Barcelonába jelentős késéssel indult. De a lényeg, hogy sikeresen odaértünk. Amikor megérkeztünk, a város hangulata egyből magával ragadott minket. Egyszer régen hátizsákkal bejártam Nyugat-Európát. Barcelona szomszédságában egy hegylankáin stoppoltam a Mont Tibidabónál. Az ösvény végére érve, egy tisztás tárult elé, a közepén egy tóval, mindentől elzárva. Hatalmas fák vették körül. Halálos csend volt. Mennyei. A tó túlpartján láttam egy gyönyörű szép lányt mosakodni. Potyogtak a könnyei. Miért? Utunk 5. napján egy kihagyhatatlan helyszínt, a Güell parkot látogattuk meg. Híres művész Antonio Gaudí műveit csodálhattuk meg, de a parkon kívül is rengeteg munkájával találkozhattunk. Azután meglátogattuk a Sagrada Familiát, amely, ha egyszer elkészül, a világ legnagyobb bazilikája lesz. Barcelonában tanult Pablo Picasso is, így meglátogattuk a tiszteletére készült múzeumot. Művészet.
Délután pedig lazítottunk egyet a tengerparton. Ezen a képen lehet vidámnak tűnök, de azelőtt 10 perccel vagy fél tucat medúza között túszkáltam és imádkoztam Neptunushoz, hogy lágy hullámaival vezessen vissza biztonságba a partra. Este pedig kipróbáltunk egy helyet, ahol ilyen cuki kis katonákat készítettek. A 6. napon véletlenül felfedeztünk egy Disney üzletet. Erős önuralom és sóherség kellett ahhoz, hogy ne vásároljam fel a boltot. Ezután újabb gyönyörű helyeken jártunk. Utolsó megállunk pedig a kihagyhatatlan Kolumbusz emlékmű volt. Akkor már útitársaimon is meglátszott, hogy kezdenek elfáradni. De utunk még közel sem ért véget.